ahol orvosok nővére külföldre mennek, máshol keresik megélhetésüket. Ahol egy bibó kollégiumi szoba irányítja és tartja túlszul a magyar népet. Ahol olajozott kontár irányítja az egészségügyet és az oktatást. Ahol elhangozhat. Nem ígérek semmit, de az betartom. Ahol viasszal a fülben irányítja Odysseusként a kulturális és innovációs minisztériumot. Ahol a törvényeket utólag alakítják a maguk szájíze szerint kényük, kedvükre. Ahol nincs senkinek joga tüntetni, és a polgári engedetlenség számukra értelmezhetetlen. Ahol az emberek 50%-a napról napra él, 20%-uknak még a napi betevőre gyógyszerre sem jut. Ahol alkotmányba emelték a lopást és a csalást. És még sorolhatnánk tovább, 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 órák hosszat napokon keresztül.